Ismét fokozott ellenőrzésre kell számítani Magyarország közútjain, így a megye településein is. A Tiszpol Seatbelt európai szintű ellenőrzés során ezúttal a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak előírásszerű használata kap kiemelt figyelmet. Ezek nem rendeltetésszerű használatának következtében jelentősen megnőhet a halálos balesetek, sérülések esélye. Hiszen azért meglátja az ember a rendőrt messziről, minden bűn eszébe jut, tehát ha nem használta a biztonságot, akkor biztos, hogy magára fogja húzni. Nyilván az a célunk, hogy balesetek ne következzenek be, személysérülés ne történjen, hiszen ennek az egész intézkedésnek, ennek az egész akciónak az a célja, hogy biztonságosan közlekedhessünk és minden képségben hazaérjen. Az egyik leggyakoribb biztonsági eszköz, amellyel problémák vannak, a biztonsági öv, melyet, mint Szikszai Tihamér alezredestől megtudtuk, sokszor nem előírásszerűen használják az autósok. Amennyiben a hóna alatt vezeti át valaki a biztonsági övet, vagy a nyakánál, esetleg az alsó biztonsági öv nem a derékhajlatnál van, az baleseti forrást jelent. Egy ütközésnél az utasraható G-erők hatására olyan helyeken vághat be a nem megfelelően bekötött biztonsági öv, amelyek súlyos sérüléseket okozhatnak. Az autóban ülők akár a személygépjárműből is kieshetnek. Ezért fontos, hogy mindenki figyeljen oda a biztonsági eszközök szakszerű használatára. Igyekszek minden alkalommal betartani az előírásokat, hát persze az én biztonságom, az másnak a biztonsága is. A biztonsági eszközök megfelelő használatán túl az ellenőrzés ezúttal is kiterjed az illegális migráció, az embercsempészet, a kábítószerrel, valamint a lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére és megszakítására is.